Köszöntök mindenkit itt a Fehérvár Televízióban, a Fehérvári Beszélgetésekben. Hát a mai nap témája kicsit közhelyesnek tűnik, de a közhelyekről én mindig azt mondom, hogy azért puffogtatjuk őket folyamatosan, mert az élet nagy igazságait tartalmazza, és mindenkivel megesik tényleg ebben a másodpercben is. És ugye mondtam, mai nap témája nem lesz könnyű, nem lesz egyszerű, bármennyire közhelyesnek tűnik és hangzik, hiszen a mai napon azért beszélni fogunk mindenképpen a szakításról, és beszélni fogunk természetesen a féltékenységről. Nyilván mindenkivel, a tévénézőkkel is előfordult, hogy átestek már szakítás, amikor tényleg az ember a kínok kínját éli át, meg amikor féltékeny a párjára, annak is megvan természetesen a maga oka, hogy mi ennek az oka, meg hogy hogy lehet ezt kezelni, hogy lehet igazából túlélni. Erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Egei Tíma, mediátor, illetve párkapcsolati tanácsadó. Szia, köszöntelek téged! Szia, Zoli, szeretettel üdvözlök mindenkit! Nagyon nehéz a témánk a mai napon, hogy ezt mondtam a nézőknek, mert nagyon könnyűnek tűnik, nagyon közhelyesnek tűnik. Szakít, nagyon sokan szakítottak, féltékeny, majd elmúlik. De azért ennek van egy nagyon-nagyon komoly lelki háttere a féltékenységnek, meg ugye a szakításnak, vagy a szakításból való kilábalásnak. Azon gondolok, hogy melyikkel kezdjük. A féltékenység az vezetett szakításhoz. Ez nem is annyira közhelyes, bármelyikkel kezdhetjük, de ez nem is annyira közhelyes ez a téma. Ez mindig mindenkit érdekel, hiszen mindenkit érint, így vagy úgy, vagy ilyen, vagy ebből a perspektívából, vagy abból, vagy én szakítok, vagy velem szakítanak, vagy én vagyok féltékeny, vagy valaki más féltékeny miattam. Tehát, hogy mindenkit érint a dolog. Így van, így van. Akkor beszéljünk először, legyen a féltékenységről beszéltünk, utoljára azt mondtad, akkor beszéljünk a féltékenységről. Olvastam olyat, hogy a féltékenység, az nem tudom mennyire igaz vagy nem igaz, a féltékenység az a kisebbségi komplexusból ered, hogy valaki nincsen rendben önmagával, ez igaz? Lehet egyrészt visszavezethető, igen, arra, hogy valamiféle önértékelési problémám van, és úgy érzem, nem vagyok elég a másiknak, de eredhet más okokból is, tehát hogy lehet azért egy minta is a háttérben. Tehát, hogyha azt láttam, hogy apám meg anyám így éltek, akkor valószínű, és hiányzott a kapcsolatukból a bizalom, akkor valószínű, hogy ezt a mintát fogom továbbvinni én is, illetve lehet az én bizalom hiányom, ami egy gyerekkorban eredeztethető problémából fakad, illetve lehet tapasztalat. Tehát, hogyha folyton azt tapasztalom, hogy engem megcsalnak, vagy hogy olyan társat választottam magam mellé, vagy partnert, akinek ezzel a hűséggel, vagy az elköteleződéssel komoly problémái vannak, akkor a tapasztalás is mondhatja azt velem, hogy jobb féltékenynek lenni, vagy az vagyok, mert nem tudok benne megbízni. Tehát, hogy elég összetett, sokrétű a persze. A dolog. Ugye a féltékenykedés van, ez a nagyon-nagyon beteges féltékenykedés, amivel sokszor találkozik. Például nem is olyan régen, relatíven nem olyan régen beszélgettem egy hölgyel, itt a városban, itt Fehérváron, egy egyik boltban, és mondta a párja, fél óránként hívogatja, vagy neki kell felhívni fél óránként, és be kell számolni, hol van, kivel beszélt, fényképet kell küldeni a párjának, és kérdeztem, hogy hogy viseled? Hát nagyon szeretem, elviselem, ennyire szeret engem, de előbb-utóbb ennek nem lesz jó vége. Vagy még durvább lesz, hogy a párja részéről ez a fajta viselkedés, ez a fajta magatartás, vagy a hölgy fog ebbe előbb-utóbb beleunni, mert hát előbb-utóbb ez terhes lesz mindenkinek. Hát ez a fajta féltékenykedés, meg ez a fajta viselkedés egyrészt akár elfajulhat, lehet pszichotikus is. Ugye ebből szokták aztán azt mondani, hogy szerelemféltésből elkövetett bántalmazás vagy gyilkosság lehet a vége, vagy mindenféle családon belüli erőszak. Másrészt pedig igenis, ez egy bántalmazó viselkedésmód. Tehát, hogy a másiknak a szabadságát meg a jogait olyan szinten korlátozod, tehát, hogy nem különbözik ez sokkal attól, mint hogyha megvernél valakit, vagy verbálisan folyton megaláznád. Igen, és az a durva többes, hogy nincs tisztában az ember, hogy ez mennyire beteges, úgy, amit ő csinál, amit ő művel, ezt elfogadja teljesen normálisnak. De van a másik fajta eset, ami nem tudom, melyik a könnyebb, melyik az egyszerűbb, hogy valaki például tudja, hogy azért féltékeny, mert kisebbségi komplexusa van, önértékelési zavara van, és egyszerűen nem tud rajta úrrá lenni, de tudja, hogy ez a gond, ez a probléma. Ilyen is van, ilyen is létezik? Persze, hát aki elég tudatos, meg elég jó, hát én nem szeretem ezt a szót, de mondjuk azt, hogy elég jó önismerettel rendelkezik, az tudja magáról, hogy az ő féltékenysége nagyjából miből fakad. Van, aki ezt elég jól kordában is tudja tartani, van, aki segítséget kér, és az a fajta önértékelési válság, ami ide vezet, hogy én folyton azt érzem, hogy nem vagyok elég a másiknak, meg nem vagyok elég szerethető, azért ezen lehet segíteni, hiszen ha belegondol az ember, ezek nagyon mélyről fakadó alaphiedelmek, ezek a mi félelmeink, amiken felül tudunk kerekedni, meg ezen lehet dolgozni.
hogy úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég a másiknak. Illetve egy nagyon fontos probléma az, ami, hát nem tudom, hogy problémának nevezhetem-e, egy fontos gondolat inkább a hozzáállás ehhez az egészhez, amikor az ember nem érzi magát elégnek egy kapcsolatban, és mondjuk szakításhoz vezet ez a dolog, akkor a saját alaphiedelmét látja megerősítve, hogy lám-lám, én nem voltam elég, én nem kellettem neki. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy de mi van, ha egy picit másképp közelítjük meg a dolgot. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy én nem voltam elég jó, hanem neki másra volt szüksége. Uh-huh. Ami azért nem ugyanaz. Persze, hogy más teljesen. Ami nem ugyanaz a dolog, és persze summa summarum az én szívfájdalmamon adott esetben ez nem sokat segít, de legalább az önbecsülésemet nem veszi teljesen el az, hogy én azért szakított velem valaki, mert én nem voltam elég jó. Mert szakítás és szakítás között is, meg féltékenység és féltékenység között is nagyon sok különbség van, meg vannak ennek fokozatai. Uh-huh. Így van. Pont azon gondolkodtam, hogy a féltékenység fokozatok, hogy van-e olyan, hogy egészséges féltékenység, és mi az, mondjuk, ha meg lehet határozni? Hát ugye egyszerűen csak belegondolsz abba, hogy... Mondjuk elmegy bulizni, kivel beszélgethet, kivel van, az még egészséges? Nem, vagy nem, már az, nem gondolom, hogy az egészséges lenne, hiszen mindenkinek meg kell legyen a saját tere, és meg kell legyen az az egészséges bizalom a kapcsolatban, hogy nem attól kezdesz el parázni, ha ő elmegy bulizni. Tehát azt gondolom, hogy akkor van ennek valamiféle létjogosultsága a kapcsolatban, ha elkezdjük mind a ketten megérezni, hogy van egy hiányállapot, van egy űr. És hogyha nem beszélünk róla, akkor ez felemészthet és vezethet féltékenységhez, meg mindenféle negatív gondolatokhoz, de az, hogy most éppen kivel beszél, kivel telefonál, vagy bele kell néznem a telefonjába, én ezt annyira nem tartom egészségesnek. Tehát nem tartják tiszteletben azokat az én határokat. Ennek több oka lehet, minden párkapcsolatnak van ugye 4 szakasza. Az első, amikor az a bizonyos, hogyha már közhelyeknél tartunk, igen, az a bizonyos rózsaszín szemüveg. Igen, amikor csak ő, a legjobb. Csak ő a legjobb, nem vesszük ét, nem akarjuk észrevenni a hibáit, nem vagyunk hajlandók egyáltalán a realitások mentén gondolkodni, hanem csak és kizárólag szubjektíven és szuperlatívuszokban. Olyankor arra van igényünk, hogy folyamatosan együtt legyünk vele. Ez a szimbiózis, a szimbiotikus szakasza a párkapcsolatnak. Na most ez is különbözőképpen nyilvánulhat meg. Van, akinek erre nagyobb igénye van, van, akinek kisebb igénye van, és akinek nagyobb igénye van erre a fajta összeolvadásra, az együttlevésre, vagy a minőségi együtt töltött időre, mert mondjuk a másiknak más a szeretetnyelve, akkor ez okozhat bennem egy féltékenységet, vagy okozhat egy olyan furi állapotot, hogy én állandóan nyüstölöm őt, hogy de hát még többet, és csak velem, csak velem. És ez akkor tud rosszabbá válni, amikor bekövetkezik a második szakasza a párkapcsolatnak, amikor egy kicsit elkezdünk egymástól távolodni. Igen. Márpedig ez törvényszerű, hogy persze, bekövetkezik a távolodás, és ez nem egy olyan fajta érzelmi távolodás, ami szakításhoz kell, hogy vezessen, hanem csak ebből a szimbiózisból, ami én meg te voltam, mi együtt így, elkezdünk egy picit távolodni, ismét kialakul az én meg a te, és a harmadik szakaszban aztán kialakítjuk közösen a mit, ami akkor egészséges, hogyha megmarad az én, megmarad a te, és lesz ennek egy szűk, és itt nagyon kihangsúlyoznám, hogy szűk keresztmetszete, ami a mi, és ezt együtt kell kialakítani. Utána pedig begyakoroljuk, és megtanulunk ebben a miben mi élni, de az én meg a te az megmarad, és ebbe szerintem már nem fér bele, hogy akkor korlátozom a másiknak a szabadságát, vagy belenézek a telefonjába, vagy állandóan azon agyalok, hogy ő most, amikor nem velem van, mit csinál. Igen, akkor azt jelenti, hogy nekem van ezzel problémám. Akár nem jól történt meg ez a differenciálódás, vagy én még benne ragadtam a szimbiózisban, vagy társfüggő vagyok, tehát számtalan oka lehet ennek. Persze. És ha valaki mondjuk ez elég tudatos, hogy felismeri magán, és nyilván hogy az emberek nagyon felismeri, hogy ő tényleg féltékeny, akár betegesen, akár pedig mondjuk még tényleg a normál állapotba sorolhatóan, neki milyen jó tanácsokat tudnánk adni? Nincs olyan, hogy jó tanács, mert ez egyén függő, tehát hogy mindenkinek más a gyökere a problémájának.
hogyha észreveszi magán, hogy ez már nem normális, vagy a környezete visszajeleznék, hogy nem normális, akkor mindenképpen egy segítő szakembert föl kell keresni. És nem ciki, mert sokan cikinek tartják, még nem szakember ez. Nem, gyógyós, nem normális, úristen. Azt gondolom, hogy ez ma már egyáltalán nem ciki. Természetesen van a társadalomnak egy olyan rétege, aki még mindig azt hiszi és vallja, hogy pszichológushoz vagy segítő szakemberekhez csak gyagyák járnak, de természetesen ez nem így van. Egyáltalán nem ciki. Hát ha az ember elmegy fogorvoshoz, meg nőgyógyászhoz, persze, meg rákszűrésre, meg urológushoz, akkor pszichológushoz miért nem menne el? Teljesen világos. A másik, ami hát ennél is fájdalmasabb téma, ugye, amiről szeretném még ebben a műsorban beszélni, az nem más, ugye, mint a szakítás. A beteges féltékenység is vezetett szakításhoz, hogy több esetben megfigyeltő. De a szakítás az az állapot, amit igazából nagyon nehéz leírni, mert hogyha valaki tényleg benne volt, és akivel szakítottak, elképesztő komoly fájdalmakat él át. Tehát tényleg nincs az a gyógyír, nincs az a mondat, nincs az az alkoholmennyiség, nincs az a segítő jó szándék, felső erő, ami tényleg segíthetne az embernek átlendülni azon, mert ő még benne van a szerelembe. Ugye egy az, hogy fölöslegessé vált, azt gondolja, nem ér semmit, elhagyta a másik, ugye a másik hiányát meg kell szokni. Szóval tényleg ez egy olyan állapot, hogy, és nyilván ugye a tévénézők is már átmentek rajta, hogy a sokan, hogy a kínok kínját éli át az ember. Ez gondolom egy. Ezzel is sokan keresnek meg téged, hogy úristen, elhagytak, mit csináljak, pánikban vagyok, és ezt tényleg valahogy kezelni, valahogy az emberben ezt levezetni, az azért egy elképesztő nehéz feladat, gondolom én. Igen, ez nem különbözik semmiben a gyász folyamattól. Uh-huh. Tehát, hogy ha a dolognak a mechanizmusát nézzük, vagy a lefolyását, akkor abszolút nem különbözik attól, hogy elvesztek valakit, akit szerettem. Tehát, mert ugyanazokon a fázisokon megyünk keresztül. Uh-huh. És hogy itt nem mindegy, hogy egészségesen túl tudok-e ezen lenni, vagy pedig beleragadok úgy, ahogy a gyásznál bele tudok ragadni a gyásznak valamelyik szakaszába, folyamatába, ami aztán egy olyan megrekedést okozhat, amely az egész életvitelemre utána már negatív hatással van. Uh-huh. Természetesen az, akit annak is fáj egyébként, aki elhagy, az, tehát hogy az nem igaz, hogy az nem fáj, azt is megviseli, és esetenként van, hogy ugyanúgy, ugyanazokon a fázisokon megy keresztül az is, aki elhagy, mint akit elhagynak, de nyilván ez egy nagyon fájdalmas tapasztalás. Mi az, amit ilyenkor tudunk tenni, hogyha ilyen van a környezetünkben? Nem mondjuk neki azt, hogy majd túl leszel rajta. Igen. Meg nem mondjuk azt, hogy minden okkal történt, mert nem tudjuk, hogy azt sem tudjuk, meg hogy mikor lesz. Meggondolja magát, majd visszajön. Nem tudjuk, ne akarjunk tanácsokat adni, ne akarjunk olcsó közhelyekkel vigaszt nyújtani. Elég, ha csak meghallgatjuk. Tehát, hogy alapvetően különösen a nők működnek úgy, de azért gyász folyamatban láttam férfiakat is, sőt, ez egy teljesen emberi vonás, hogy amikor az embernek fájdalma van, akkor attól enyhül, hogy kibeszélheti magát. Igen. És nyilván, hogyha észrevesszük magunkon, hogy már 200. alkalommal ugyanazt az ember terheljük vele, akkor lehet, hogy tényleg érdemesebb szakemberhez fordulni, aki talán tud minket valamerre terelgetni, mert hogy ezt a barátok vagy családtagok is meg tudják unni, és akkor ilyenkor jön az, hogy majd túl leszel rajta, meg minden okkal történt, meg nem olyan nagy dolog ez, meg más is átélte. Tehát, hogy ezek olyan mondatok, amik érvénytelenítik a másiknak a fájdalmát. Uh-huh. Úgy érzi, hogy nem mondhatja el, hát persze túl leszel rajta. Igen, mikor, meg minden okkal történt. És mi van, ha ezt az okot én még most nem látom? Persze. Mi van, ha soha nem is fogom látni? Ugye, mi van, ha soha nem is fogom látni? Uh-huh. Lehet, hogy 5 év múlva, vagy 3 hónap múlva, nem tudom, összeáll a kirakós, és akkor azt mondom, hogy ennek azért kellett történni, különösen aki hisz az ilyen sorsszerű történésekben, vagy a karmában, az mondhatja, hogy ennek nyilván valamiféle oka volt, de van, aki soha nem fogja tudni ezt elfogadni, hogy ennek oka volt, hogy őt elhagyták, hiszen ő úgy érezte, hogy az adott ember életének a annyira fontos része, hogy nem tud élni nélküle. Uh-huh. Tehát nem szabad ilyenkor érvényteleníteni a másiknak a fájdalmát, tudomásul kell venni, hogy ő most szenved, rossz neki, csak üljünk ott és hallgassuk meg. Persze. Azt gondolom, barátként, ismerősként ez a legtöbb, amit tehetünk. Nyilván egy szakember másképp közelíti meg a problémát. Világos, persze, objektívebben, mert ugye a barát általában azt mondja, amit hallani akarsz, szakember meg elmondja az igazságot. Hát meg azt már többször beszéltük a rádióban is, hogy a barát meg a szakember között ugye az a különbség, hogy mind a kettő ugyan empatikus, de az egyik az érzelmileg érintett a történetben. Hát igen.
És hogy nyilván, hogyha a barátomat fogják elhagyni, akkor én is fogok haragudni, meg nekem is rossz az, hogy látom, hogy ő szenved, míg a szakember esetleg megpróbálhat segíteni, feltárni az okokat, hogy talán mi vezetett ide, mi volt a te felelősséged benne, következő párkapcsolatban mi az, amit esetleg másképp kéne csinálnod, vagy segíthet tényleg egy olyan lelki támogatást nyújtani, amivel ha nem is könnyebben, meg nem is hamarabb, de egészségesebben túl leszel ezen a folyamaton. Ugye az első stációja ennek a dolognak az ember, ugye, aki tart ott a telefon mellett, hát ha ír ezen az oldalon, hát a felhív telefonon, hát ha meggondolja magát, meg ugye a barátok, amit mondtál, úgyis vigasztalnak, hogy meggondolod magad. A másik, amikor készültem erre a beszélgetésre, megnéztem rengeteg videót erről a videómegosztókon, találtam olyan videót is, ami több esetben azért szerintem félrevezetheti az embereket, és ilyen teljesen fals biztonsági érzetet adhat, hogy mit tegyél ahhoz, hogyha elhagytak, hogy a párod visszajöjjön hozzád. És akkor ugye vannak különböző, hogy tedd úgy a párod előtt, aki elhagyott téged, mint a semmi nem történt volna, mint hogyha te tök jól lennél, engedd el teljesen, de tényleg engedd el teljesen, amikor érzi, hogy elengedted, akkor vissza fog hozzád jönni, mert ezt a rezgések, nem tudom, továbbítják, és akkor ezt megérzi. Szóval nem biztos, hogy ennek van tudományosan valóság alapja, meg realitása. Szerintem láttad az arcon, miközben beszéltél. Azért beszélek erről, mert nehogy valaki tényleg belesen abba a csapdába, hogy esetleg mondjuk ilyennek felül, és utána még mélyebbre kerülhet ezáltal. Ez játszmázás. Uh-huh. Igazán, igen. Tehát hogy ez játszmázás. A minap írtam arról, hogy tehát, ha valakinek nem kell lesz, akkor nem kell lesz. Így van, tök mindegy, mit csinálsz. Tehát teljesen mindegy, hogy mit persze csinálsz, és akkor tudomásul kell venni, hogy másra van szüksége. Uh-huh. Nem én kellek neki, vagy nem eléggé kellek neki, ami egy nagyon fájdalmas gondolat. Mondom, át lehet azzal keretezni, hogy nem rám van szüksége. De nyilván tudomásul kell venni, és ilyenkor teljesen fölösleges a saját önbecsülésemet ezzel aláaknázni, hogy olyan dolgokat fogok megtenni, amit egyébként egyrészt lehet, hogy nem tennék, másrészt pedig, hogy becsapom magam. Uh-huh. Ez úgy hülyeség, ahogy van. Uh-huh. Tehát, hogy az ember igenis vállalja fel a fájdalmát. Én azt gondolom, hogy önazonosnak kell lenni, és tök fölösleges ilyen játszmákba belemenni, meg úgy tenni, mintha meg. Természetesen van a másik véglet, és vannak olyanok is, akiknek az segít, ha minden kapcsolatot megszakítanak, ha a külvilág fele azt mutatják, hogy ők teljesen jól vannak, meg a közösségi oldalakon mindenféle okosságokat posztolnak, vagy idézeteket, amik úgy gondolják, hogy a másiknál célba érnek. A rossz hír az, hogy akinek szánják ezeket az okosságokat, meg idézeteket, általában nem érnek célba. Ez arra van, hogy az ő megkönnyebbülését szolgálja, meg a világnak gyakorlatilag ugyanúgy megmutatja, hogy fáj neki. Igen, persze így van. Meg a nagy megújulások, ugye ekkor vannak, szintén szoktam látni az egyszer-kétszer közösségi oldalakon, hogy tudom, hogy valakinél volt egy szakítás, akkor most mit a fiúk beiratkoznak konditerembe, új haj a lányok, új ruha, új haj, új stílus, stb. És különböző módokon reagálják le, ahogy mondtad, tényleg valaki kírja ezeket a világvége, tele vagyok fájdalommal, passió, történetes idézeteket, valaki pedig csak ilyen pozitív, jól vagyok, új élet, erre, ez kellett nekem, erre volt szükségem, de ez a másiknak szánja, de én azt gondolom, hogy ez a másikat még jobban taszítani is fogja. Mind a kettő egy kognitív torzítás, teljesen mindegy, hogy pozitívba csomagoljuk, vagy negatívan tálaljuk, mind a kettő egyfajta torzítás. Valahol középen van az igazság, és fel kell vállalni azt, hogy igen, engem most alkalomattán ejtettek, nekem ez fáj, nekem ez rossz. Én ezt meg kell tanuljam meggyászolni és elengedni. Nem sok értelmét látom az ilyenfajta játszmázásoknak, és nem nagyon hiszek az ilyen rezgésekbe, hogy vissza fog jönni, nem fog visszajönni. Természetesen vannak olyan kapcsolatok, amelyeket megint csak közhelyesen úgy szoktak nevezni, hogy se veled, se nélküled, és igen, hogy ők vannak, hogy többször összeborulnak, szétmennek, és a kapcsolatnak van egy ilyen dinamikája, és nem is tudnának másképp létezni, de alapvetően ez, hogy ha megváltozik a rezgésed, meg ha ezt csinálod, azt csinálod, akkor majd visszajön hozzád, ez nem így működik. Van, amikor tudomásul kell venni, hogy a másik elment. És próbáld meg, én azt gondolom, hogy próbáljuk meg méltósággal viselni ezeket a helyzeteket, és szerintem nincs abban semmi rossz, hogyha az ember elmondja arra, akire tartozik, hogy ez fáj. Persze. Hogy nekem ezen túl kell jutni. De ez a játszani, tehát ez olyan, mint az óviban, amikor meghúzzák a hajam, és nem fájt, köszönöm a lekvárt. Hát ideveri a fájdalmát nyilván. Igen, ez egy
Nyilván ez egy elhárító mechanizmus, de egy felnőtt részéről ez egy gyerekes megnyilvánulás tud lenni. De ettől függetlenül mindenki úgy védi az egóját, meg az énjét, azzal védi, amilyen van. Tehát persze. Az elhárító mechanizmusa mindenkinek más. A másik önkapcsolat végén szokott lenni, meg ugye barátok is tanácsként adják, hogy nem te volt a hibás, ő volt a hibás. Amikor ugye benne vagy, nem tudom, még stáció, ezt majd el fogod mondani, igen, ő volt a hibás, tehát arra akarok kiukadni, hogy van, hogy valaki hibásabb volt a szakításhoz vezető úton, mint a másik? Amikor bűnbakot keresünk, az a haragnak, az a második stációja a gyász folyamatnak, amikor haragszunk, az első a hitetlenkedés. Igen. Majd vissza fog jönni, persze. Megvárom, hogy mindjárt felhív, meg gondolja magát, meg úgyis visszajön. A második az, amikor elkezdünk haragudni, mert rájövünk, hogy mégse. A harmadik az, amikor átadjuk magunkat a fájdalomnak. A negyedik az már a feldolgozás szakasza, amikor még fáj, de már működünk. És az ötödik, amikor megtanulunk nélküle élni. Tehát, hogy ezek azok a bizonyos stációk. Nem tudom, hogy van-e olyan, ez is abszolút párkapcsolatfüggő vagy kapcsolatfüggő, nem tudom, hogy van-e olyan, hogy ki a hibásabb. Nyilván van olyan, hogy valaki nem akarja elismerni a saját tökéletlenségét vagy hibáit, és azt mondja, hogy mert miatta történt, különösen egy megcsalásnál, mert hogy én nem tettem semmit, mert én ezt nem érdemeltem meg. Fene tudja. Általában 50-50% szokott azért lenni, tehát valami szakításhoz vezethet. De olyan is van, hogy egyszerűen csak eltávolodnak, elhidegülnek, vagy bejön a képbe egy másik ember, akiben jobban beleszeretnek. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy tudunk ebből most egy átlagot levonni, hogy ki a hibás vagy hibásabb. De nyilván bejön egy ember a képbe egy harmadik, akkor ott már valami gond volt a kapcsolattal. Ott már volt egy hiányérzet, amit hivatott volt pótolni az, aki belépett ebbe a kapcsolatba. Látok szintén közösségi oldalas élményekből kiindulva jó pár olyan embert, akik kírják, hogy már megint elhagytak, és már vagy ötvösszer kírt, hogy megint elhagytak. Tehát tényleg vannak ilyen emberek, akit folyamatosan elhagynak, és folyamatosan mondjuk ilyen csalódott állapotban levedzenek? Azt gondolom, hogy ezt így egy picit finomítanám, tehát nem mondanám azt, hogy olyan emberek, akiket mindig elhagynak. Vannak emberek, akik mindig ugyanabba az embertípusba szeretnek bele, ugyanabba a csapdába sétálnak bele. Ez nyilván róluk mond el valamit, és például egy terápia vagy egy foglalkozás során az ember rá tud jönni, hogy mi az, amit neki kell esetleg alkalomattán másképp csinálni. Hogy nem mindig, tehát hogyha valaki mondjuk egy bántalmazó kapcsolatban nőtt fel, nagy valószínűséggel az utána következő kapcsolatai is legalább az egyik bántalmazó persze, lesz. Tehát belefutunk ugyanabba a csapdába, mert a párválasztásunknak a 80%-a az tudattalan, csak 20%-a, ami tudatos, és ez a 80% tudattalan dolog, ez lehet, hogy olyan irányba terelget minket, ami nekünk nem annyira jó, de mi azt gondoljuk, hogy igen. Másrészt pedig olyan is van, hogy igen, egy embertípushoz vonzódunk, amit megint csak nem tudunk megmagyarázni, hogy miért. És akkor eleve lehet, hogy predesztinálva van, önszabotás, akármi lehet az oka, ez megint csak egyéni, hogy igen, engem megint meg fognak verni, vagy engem megint meg fognak alázni, vagy engem megint el fognak hagyni. Még egy kérdés a műsor végére, ugye beszéltünk a rózsaszín ködről, amikor nem látjuk a másik félnek azt a fajta oldalát, ami lehet, hogy számunkra nem szimpatikus, de lehet, hogy másnak igen. Van ez a mondás, hogy az ellentétek vonzzák egymást, hogy ez működhet egyébként egy kapcsolatban, vagy egy darabig, de utána úgyis kijönnek az ellentétek, és akkor az egész megy a levesbe, hogy szokták mondani. Nem feltétlenül igaz ez a közhely. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább igaz a párkapcsolatokra az, hogy a hasonlót vonza. Tehát, hogy mind státuszban, mind érdeklődési körben, vagy szeretett nyelvben sokkal nagyobb sikere van annak a párkapcsolatnak, ahol ez a szűk keresztmetszet, ami a mi, ezeket a dolgokat tartalmazza, közös érdeklődési kör. Ha teljesen különbözőek vagyunk, akkor lehet közöttünk egy nagy vonzalom, vagy egy nagy szenvedély, de nem biztos, hogy ez tartós lesz. Hát ilyen csak a népmesében van, hogy a királyfi meg a koldusnak a leánya. Igen. Tehát, hogyha nagyon sarkosan akarok fogalmazni, és most nyilván nem társadalomkritikát akartam gyakorolni, érted, mit akartam mondani, hanem a szélsőségeket, hogy igen, alkalomattán vonzódhatunk valamihez, ami teljesen ellentétes a mi világképünkkel, személyiségünkkel, értékrendünkkel, de hosszú távon szerintem ezek nem működnek. Tehát meg kell legyenek a közös pontok.
Oké. Okay. Timi, köszönöm szépen neked, hogy itt voltál és elmondtad nekünk. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, de természetesen Timivel még majd egy későbbi fehérvári beszélgetésekben folytatjuk az ilyenfajta témákat, hiszen még a kisebbségi komplexus, ami hát sajnos rengeteg embernél megfigyelhető, önértékelési zavarok manapság, ennek is azért komoly okai vannak, és érdemes ezzel is foglalkozni, szóval erről is beszélünk majd még itt valamikor a fehérvári beszélgetésekben. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is.